Gitáros előadó színpadon népi viseletben játssza a dallamokat. Ugyan ő már a grill előtt, ezen a másik felvételen, ahol ruszin ételek készülnek. Mi Kárpátalján élünk javarészt, onnan vándoroltunk, mi szerte szét a világban vagyunk, Angliában, Görögországban, itt Magyarországon rengetegen, és mi fönt vagyunk Kárpátalján a hegyekben, a hoverlát szoktuk rengetegszer megmászni a hoverla hegyet, igazából nagyon ez a nép, ilyen népi csoport vagyunk, hogy fönt a hegyen, a kecskékkel, lovakkal és hasonló állatokkal, akik meg tudják mászni a helyet, azokkal gazdálkodunk. Picset mindegy 150 ruszin él jellegzetes ételüket készítették el a fesztiválon. Jelenleg ruszin saslikot sütünk, ez az egyik specialitásunk. Ez ecetes pácban van, nagyon különleges ecetes pácban. Ezt nem szokta a többi nemzetiség csinálni. Például most az örmények, azok teljesen máshogy pácolják be ugyanezt a saslikot. Nekünk ugye a pácolás a különlegességünk, illetve mellettünk található káposztás gombaleves, és a másik oldalon ruszin csilisbab. Gyöngyösi Ferenc a ruszin nemzetiségi önkormányzat új elnöke. Még mindig fiatalnak számít a román önkormányzat Pécsen. Ők szintén képviseltették magukat a fesztiválon. A pécsi román önkormányzattól azt kell tudni, hogy most kezdjük majd a második ciklusunkkal. Ugye már 4 évvel ezelőtt indultunk, és most újra választottak bennünket. Nagyon kevesen vagyunk Pécset, úgyhogy ha valaki esetleg nemzetiségben úgy érzi magát, akkor mindenképpen keressen meg bennünket, mert nehéz fellelni. Itt ugye ezzel a környéken én gyulai lány vagyok. Ugye ott ugye adott nekünk ott nagyon nagy a tábor, és hát én onnan kerültem ide, és itt szerettük volna tovább vinni, hogy aki itt az a pár ember, aki itt van, azért mégiscsak éreztesse azt, hogy itt vagyunk mellettük, és tartjuk a hagyományokat. Ennél a pultnál sem maradtak el a finomságok, amiket minden érdeklődő megkóstolhatott. Az alapételt, amit hoztuk, ez általában nagy jókednek örvendít, vagy hát ilyen szokták szeretni, ez egy jó ízű hús, ugye? Illetve a puliszkát mindenképpen be akartunk tenni. Tavaly is főztünk már ezt a hagymával, kicsit sajttal megbontott puliszkát, illetve az idén gondoltam azokra is, akik esetleg már érzékenyek, hogy az alapuliszkával mindenképpen tej van, ezért csináltunk egy olyat, ami növényi teljes és édes, és hát mivel másra, mint áfonyalekvárral kínáljuk. Különböző zenék, ételek, ízek, öltözetek a Széchenyi téren. Ez a sokszínűség jellemző Pécsre is, mondta az önkormányzat nemzetiségi tanácsnoka. Különböző ételeket fogyasztunk, ez is kiegészíti egymást, tehát valahol az előétel van meg, valahol a desszertet készítik el, valahol meg a főétel az, ami igazából őnekik a nemzeti étkük, és ezekből adnak kóstolót. Szerintem pont ettől szép Pécs városa, hogy így kiegészíti egymást a nemzetiségek, ez a sokszínűség, ami a városban van, ami a különböző épületek, a különböző hagyományok, ezek mind Pécs, és én szeretem Pécset, és örülök neki, hogy a nemzetiségekkel együtt dolgozhattam. Az önkormányzati választások eredményétől függően a különböző nemzetiségi önkormányzatokban lesznek változások októbertől. Erről is szól ez a nap idén, mondja a szintén leköszönő politikus. Valaki leköszön elnökök közül, valaki ugye nyugdíjba vonul, úgyhogy tulajdonképpen nem lesz már teljes a csapat a következő részben. Így gondoltuk, hogy egy nemzetiségi alapot, ami itt az elmúlt 5 évben sikerült elérnünk, például a nemzetiségi ösztöndíj program, amit kifejezetten a nemzetiségi önkormányzatok kértek, szeretnék, hogy ez a továbbiakban is fennmaradna, és ezek a rendezvények, hagyományok, amit az elmúlt években sikerült megvalósítanunk ezeket, szeretnénk, hogy a továbbiakban is folytatnák a nemzetiségi önkormányzat, illetve majd az új nemzetiségi tanácsnak. Jelenleg 11 nemzetiségi önkormányzat tudott megalakulni Pécsett. Ők mutatták be saját kultúrájukat, ételeiket és vendégelték meg az érdeklődőket a pécsi Széchenyi téren szeptember 7-én.